Sziasztok srácok, Zomboly üdvözlök mindenkit a tegnapi szenvedés után, úgy gondoltam, hogy ma játszunk valami igazán viccesen, jó, a szenvedés igazából nem a deckre vonatkozott nyilván, hanem a videó minőségére, sajnálom, nem tudom mi történt, remélem a mai sokkal jobb lesz, viszont ma kerestem egy Shadowrock Shamant méghozzá, egy olyat, amiben a szokásosnál több a Battlecry, úgyhogy itt vannak mindenféle Nimbusok, van Evil Cable retünk, van Former Champunk, de egyébként Stormbringerrel is játszunk, meg Mutate-tel, úgyhogy egy ilyen egészen érdekes félefajta listát sikerült ma találnom, na gyertek! Ebben a listában Hardpawnon sikerült belefutnom, és úgy gondoltam, hogy hát igazából a szokásosnál egy fokkal érdekesebb, ugye a Slurperünk is van, mint Battlecry, Evil Cable-ötünk van is, mint Battlecry, ugye Nimbusunk is van, a Microtech Controllerünk is van, van MC-tekünk, amit mostanában kevés olyan deck van, ami egyébként négynél több lényt játszik ki. Köszönhető ez ugye a mechszinergiáknak is, mert hogy azért mégiscsak az van inkább, hogy nagy lényeket igyekeznek építeni és nem szélesedni, de van olyan deck, aminél az MC-tek valamit tud csinálni, például mit tudom, olyan Token Druidnál. Ugye dupla Drake-ünk van, a Storm Chaserünk is egyébként talán jó tud lenni, a Former Champ-et már mondtam az előbb, ugye vele egyébként még a van egy ilyen kombók is, a Former Champ-nek maga az egy-egyes testére rátolunk egy mutétet, az még mondjuk lehet egy egészen izgalmas dolog, ugye a dupla Hagatha Scheme-ünk van, hogy így legyen jó kis takarításunk, a Stormbringert igazából én maximum akkor érzem jónak, hogyha ugye előtte tudunk egy Microtech Controllert kirakni, nyilván ez 9-en nem fog megtörténni, tehát valamilyen asztal kelni fog nekünk, a Shadowrockot meg ugye kb. Sosem fogjuk majd Stormbringerezni, legalábbis én úgy gondolom, aztán majd meglátjuk. A gyógyulás szempontjában van még nekünk jó kis Walking Fountainünk, van Heroic Innkeeperünk, ami érdekesebben listában, hogy nem játszunk Hagathával, tehát nincs végtelen érték a deckben, viszont valószínűleg túl sem fogjuk húzni magunkat ugye a Hagatha Hero Powerből adódóan, tehát nem fogunk random lapokat generálni, így egyébként ez a lista szerintem növelt azon, hogy a lény alapú deckek ellen jó legyen, viszont mivel nincs a Hagatha, ezért lehet, hogy a Control Warrior ellen nem leszünk annyira jók, de ez mindjárt kiderül a létrán. Azon gondolkodtam egyébként, hogy mi az, amire én mondjuk Mulliganelni szeretnék. És érdekes dolog, ugye a Shadowrockot nem hiszem, hogy tartjuk. Vannak olyan, itt mint például Warriorban simán normális az, hogy a Dr. Boomot valaki tartja. Nem egészséges játék szempontjából szerintem, de megtörténik. Itt viszont én mondjuk Scheme-et biztos, hogy szeretnék tartani, meg Hexet is, úgyhogy én ezzel a kézzel így most inkább én rendben vagyok. Mert a Mage 5. kör előtt nem csinálja meg az aljasságait, Counterspell-el nem játszanak, valószínűleg, úgyhogy így tök jó vagyok. Most egyébként egy Slurpernek még örülnék, de nekem ez a kéz ez nagyon tetszett. A Hex miatt is, meg minden miatt is, úgyhogy ez így szerintem kiváló. 5. körre 10-et tudok sebezni majd. És egy teljesen másik deckkel van dolgunk, mint amire számítottam. Bár egyébként ő is játszik óriásokkal, csak ő játszik mellette még a sárkányosokkal is. Ugye nincs overloadunk, tehát a Lickimet nem volt értelme kirakni. Na jó, Conjurer's Callingot? Nem. De... Vinci. Jó, hát akkor jó Nimbus. Nincs egy elementál, ugye, ami overloadol, tehát, hogy az így király. Nyilván 2-2-t leüti. Most erre lehet Zilliex-et rakni akár, hogyha nagyon szeretnék. Ez ér nekem Queen Zilliex-et? Ja, valószínűleg ér amúgy. Vagy egyébként simán csináljuk ezt is. Így spóroltam ugye a coin-nal, az így szerintem rendben van. De igazából már tök mindegy a coin-nal való spórolás valójában. Aha. Király. Full trade-et csinálunk? Éppen csináltunk szerintem. Jó, akkor megcsináljuk ezt. Ezt. És nyilván nem, tehát 6-ot sebez, tehát így.
Walking Fountain-t nem használjuk el, Former Champ egy kérdés, de szerintem ez nekem most itt fontosabb. Unity, precision, perfection. Egy hetet tudnék ütni. És máshogy sem volt esélyem nagyobbra. My calculations are flawless. Az igen. Oké, okay, kijátszom-e most a scheme-et, ez a nagy kérdés. Mert ugye az hetet sebez. Szerintem kijavulj. Ez egy kellően nagy board ahhoz, hogy ezt nekem meg kelljen csinálni. Ugye egy Conjurer's Calling-e kiment, viszont lehet a kezében óriás. A második óriása nem lesz megoldásom. És nagyon húz, úgyhogy a kombótól még távol van, szerencsére. Jó, viszont itt a Walking Fountain-t azt lehet, hogy megcsinálom. Nincs nálam mutét, úgyhogy ezt nem csináljuk meg, mert ezt is simán lepingeli, én meg azzal értéket vesztek. Farsight-tal bele lehetett volna menni, hogy hát ha tudunk Scale War-t csinált, barátom. Jó, megpróbálunk rámenni ebből valamire. Az a baj, hogy ez lehet counter-spell. Jó, nézzük. Próbálunk valami olcsó spellt. Mondjuk ezt. Jó, nem érdekes. Azt megcsináltam, barátom. Az elég jó szerintem. Ó, és egy hatmanás shudder volt. Hát jobban csalunk, mint ő, most az a helyzet. Jó. Csúnya. Wow. Jó, azon az asztalon nem tudunk átmenni. Egy megoldásunk van, ugye megcsináljuk ezt. És ezt. Ez jó. Az csak lepingeli, úgyhogy azt valószínűleg átalakítjuk valamivel. Hát ez egy szar. És egyetlen egyet tudtunk leszedni. Hát én lehet, hogy egy bubit áldozni fog inkább, mint azt amúgy, de most ezt ő tudja. Ugye most jó lenne a Hagata, mert ugye akkor, ha már kijátszottam vannak a Shadow Rock-kal, vissza lehetne játszani, és akkor tök jó lenne. Igen, és akkor arra megy a Conling. Jó, hát. Király. Na, próbáljuk meg ezt. De egyébként meghaltunk, tehát hogy... Stormbringer az jó. És ugye ez nem fejlődik közben, úgyhogy teljesen mindegy. Igen, meghaltunk. Elég durván meghaltunk, mert hogy bárhogy számolok, ugye ez 16, ez 14, meg 2, ez bárhogy letalán. Hát ez kellemetlen. Ez nagyon-nagyon kellemetlen, de hát most már csak ilyen. Nem kaptam meg a második scheme-et, meg a Stormbringert, vagy a Storm Chaser-t, hogy felhúzzam. Itt meg hexelnem kell. Itt a hexre kell nagyon rámennem, és ott is van. Viszont annyit kell csinálnom majd, hogy kellően greediznem kell, tehát várni kell, hogy
nagyobb lényt csináljon, még nagyobb lényt csináljon, még nagyobb lényt csináljon, és amikor faceless-ezné, előtte kell megtolnom a hexet. Valószínűleg. Ugye már két lényen nem tudok mit kezdeni, és ha meghalnak, vissza tudja őket hozni, de békákat nem akar visszahozni, mert nem is tud, ugye. Kristályozgas, barátom, kristályozgas. Likimet nem rakjuk ki, mert nincs hozzá semmi, úgy önmagában meg Franz se tudja, hogy az jó, de valószínűleg nem jó. Egy HP-s lényt úgyse fog kirakni, úgyhogy a Likim az önmagában nem jó. Ja, hát így van. Ugye elmegyünk, ohohoho. Na. Az öreg Lord Walkercsó. Jó. Hogy csapjuk le, gondolom, a Slurperrel. Az jó lenne, de... mindegyik jó. De maradjunk a voltnál, jó? You have made a grave. Nem tudom a csóval mit fogunk csinálni. Mert neki nem nagyon vannak spellyei, ugye a Crystallogy az volt, az ki is játszotta. Ugye van a 3 manás, meg van a 7 manás, és körülbelül ennyi. Na a csót lecsapja? Le, köszönöm. Nagyon drága vagy. Lehet egy farsight egyébként. Ez elég jó. Ez még Stormbringerre is kiváló szerintem. Most egyet leült, három legendás még mindig lehet, hogy jó. San Francisco lehet, hogy nem is semmit. De csak. Ó, hát is a jó prizma. De a tauntot csak lecsapja, nem? Ja, valószínűleg a tauntot lecsapja. Reporting for duty. Mennyire vagyunk állatok? Elmegyünk full face-re. Lehet, hogy kicsit kockáztatunk, jó? Most nyilván azt hiszi... Kristályozás, szóval nyilván azt hiszi, hogy van nálunk Bloodlust. De ugye nem játszik a deck elvileg konszeket. Azt játszott. Ezeket le is tudjuk trédelni, úgy, hogyha nagyon akarjuk, de... azzal nem üthetsz, amit akarsz. Na, azt csapd össze, szépen. Jó, ingyen trédünk ugye sehogy nincs, körülbelül ezt tudjuk megcsinálni. Ez valószínűleg meg kell. És akkor így. A maximális érték. Ezért nem olyan rosszakat kaptunk. Szevasz Antonidas. Nyilván, hogyha tudtuk volna előbb, hogyha Antonidas van, akkor valószínű máshogy csináltuk volna, de hát ugye ezt nem lehet tudni. Jó, az mehet. Jó. Megy az arc. És sosem a kudarc. Na hát akkor hex, és akkor így hello. Jó, az nem idéz semmit, ugye nem árulja, hogy mink van. Jó. Ez biztos.
Ez biztos. Ez biztos, és hát nyerünk. Az öreg Antonides beverte. Az öreg Antonides az olyan. The Thunder King versus Rexxar. Let the hunt begin. I am the slayer of kings and gods. Hunter ellen. A Walking Fountain jó, a Hex jó, a Hagata Scheme jó. Kérdésem, mennyire érek rá egyébként. Na, duplágát a skin, az elég király. Ennek nem örülünk, gondolom. Ezt kirakjuk, mert úgy sincs fegyverleszedése. És ezt az egyet nem ütjük el. Viszont kitesszük a Microtech kontrollert és elmegy a mutét. Valószínűleg. Ha csak nem húzom fel a csempet. Az nem az. Nem teljesen. Nem teljesen erre gondoltam, bár statban jobbakat kaptam. Kiváló. Ó. Oh. Hát jó. Ha ezt meghexelem... Na jó, én azt mondom, hogy ezt most meghexeljük. Csak azért... Mert innét rohannék az asztal után. Tehát az összes cuccomat bele kellett volna csapni, hogyha ezt hexelem. Most elég valószínűtlen az, hogy a mérgező és a rakétás srác is a kezében van. Az Amerika. És innen egész jó a trade amúgy. De amúgy ezt megcsináljuk, nem? De. Nem a legerősebbek. Főleg mondjuk ez a jó kis vízbeng, de hát nem nagyon tudok ellene mit csinálni, viszont legalább jó statokat kaptam. Tehát most ahelyett, hogy ilyen egy-egyes kis szutykaim lettek volna, kaptam jobbakat. De egyébként vízbeng és a zaj le. Tehát, hogy a két semmit nem csináló legendás. Na mindegy, szóval, hogy azért most nem egy Antonidas. Meg. Igen. És a mérgező. És nyilván ott van nála a mérgező, de nem baj. Lehexeljük, aztán adunk magunknak. Ja. Hát most ez ilyen. És akkor most így megölsz mindent, persze, tudom, nagyon ügyes vagy. De amúgy igen. Igen, ezzel mondtam az előbb, hogy ez nem túl valószínű nála van. De most így második hexet is kijátszani, ez nem elég cíli. Na mindegy. Még az egy érdekes, hogy mondjuk a Walking Fountain-t, hogyha felhúznám esetleg, de úgy... Most tényleg a Walking Fountain-re kell rámennem, vagy azt mondom, hogy inkább akarok húzni egy másik spellt. Ja, nem tudom. Mert most a Walking Fountain konkrétan megnyerni a játékot, ha ki tudnám rakni, de ugye egyelőre az még odébb van egy fokkal. Most innét... Wow, és jó Walking Fountain. Szóval ez megtörténik, igen, az nem húz semmit, és az nem húz egyet. Ja, hát... Ilyen.
Jó, és akkor a következő körről viszont tudok gyógyulni, kivéve akkor, hogyha ő mondjuk most dupla vorgírje éppen lehet, mert de nem lehet, mert az olcsó lényeit már kirakta. Tehát nem fog tudni azt arra. Jó, most a slip snap az egy dolog az. Jó. Igen, azzal tud még egyet. Igen, és akkor az, ami mini nincs meg. Most ezt igen, előtt ide, hogy ez király. Igen. És egy off. Jó, Walking Fountain-nal visszajövünk. Az elég király. Hát, na. Jó, a sorrendre kell most figyelni. Tehát, hogy ez biztos. Ez tuti. Vagy... Nem, hogy jut... nem tudom. Ezt csináljuk meg, hogy ez a biztos. Igen. Ez is biztos. Nem biztos amúgy, hogy ez meg lesz. Hogy ez egyáltalán elég. Most oké, jöttünk egy 9-es, de... Ugye 4-e van asztalon 6, és akkor így megvan neki. Igen. Igen, így le is takarít mindent, és letálja van. Most a Hagatha Scheme-et nem tudtam eljátszani, ugye, mert hogy ahogy kirakom a Hagatha Scheme-et, onnét ugye berobbantak volna az arcomba, tehát hogy ez megint nem játszott. Úgyhogy... Na akkor az utolsó. Túl sokat kaptam arcra, és így későn jött a gyógyulás. Meg túlságosan nála volt ugye a Venomizer-es, Missile Launcher-es kombó. Meg ugye szarlegendáskat kaptam, tehát azért mondjuk ez is benne volt. Mivel játszanak a sámánok? Már ugyanazzal a Mutét. Format Champ-es, Mutétes kombót megtarthatom el. Éppen Likin van a kezemben, megtartom. Valószínűleg, jó mondjuk ha Murloc, akkor így se úgy sincs megoldásom, tehát nincs korai leszedésem. Ötön van ugye a legkorábbi leszedésem, az meg Murloc sámán ellen valószínűleg késő. Mondjuk ez a Slurper, ez így kimondottan jó. Kár, hogy nem tudom kitenni a Likimet. Várom. Inkább kirakom a Likimet, és majd utána ráteszik a Slurpert. Jó. Ez így jobb. Vagy azt mondom, hogy ez csak egy passz. És következő körül megcsinálik ezt. Mert ugye az egy váratlan fordulat szerintem, vagy nem tudom. A kettőt úgyse tudok ütni. Ja, és akkor itt most a kérdés, hogy melyiket akarom előbb megcsapkodni. Wow, jó, az nem ennek. De a 2-3 az értékesebb egyértelműen. Jó. Mit kaptunk a lekip? Milyen lekip kaptunk? Jó, a mutétet nem csinálom meg. Ugye nyilván. Így, hogy Format Champ van a kezemben, az értékesebb valószínű. És most egy-kettővel trade-el, de az így is úgy is menni fog mind a kettő a lecsóval elvileg. Kivéve így. Így ugye el kell jönni a 4-1-el arcra. Azt gondolom, hogy nekem is be kell venni azt a 4-est még egyszer. A 2-1 ez mindenképpen megy. Ó! Vagy na. De az most... Jó. Túl sokat sérülök. Túlságosan sokat sérülök, basszus. Na mindegy. Meglátjuk majd most, hogy milyen a mutéd valaki. Szép. De miért azt ütnéd? Miért nem a 2-1-et? Ez hiába van ott, szerintem az késő lesz, úgyhogy megcsinálják ezt. És akkor így. Hát igen. Néha parfümöt viselek, ugye mondja a barátom. Kölnit. Usual cologne.
Csak az arc. Ugye hetedik körbe ez úgy se úgy sem egy ki. A Baron Geddon az nem csinál sokat. Nem akarom egyébként overloadolni magunk, hogy előtte inkább a Hagatát csináljuk meg. Wow, az mennyire jó most. De egyébként ugye az ez történik, az történik. És ez az egy heal az most kell. Ja, az egy heal az most lehet, hogy életet jelent nekem, majd meglátjuk, de szerintem azért, ja, jó lesz ez. Igen. Wow. Baron Geddon. Mondjuk tök jó, mert le tudod trédelni mindent, és tudunk Baron Geddonozni. Azt szerintem elég jó. Szóval, hogy ez biztos, hogy megtörténik. Tehát az tuti volt, ugye egész eddig. Ez így is úgyis meghal, úgyhogy ennek mindegy. Jó. Ez kimegy, és akkor hát az öreg Balrogon. Az egyetlen gondom az, hogyha üres lesz az asztal, vagy nem tud valamit kirakni, akkor ugye a Walking Phantom nem csinál semmit, de nyilván a Murloc Shaman ki tud rakni dolgokat. Ugye pont kettőt bele tudok csapni, az azt jelenti, hogy visszagyújulok 17-re, az nekem nagyon, nagyon szexi. Ugye más nem tud kirakni, mutétje meg valószínűleg nincs. Az lehetne hex, de ez nyilván sokkal izgalmasabb számomra. Meg jobban kellett a heal, most meg lehetett volna csinálni azt, hogy egyszerűen csak felhagyom Baron Geddon és akkor még marad, de ez így szerintem jobb. Igen. Jó, ezt megcsináljuk. Ez sosem az, ami kéne. Igen. Nem akartam egyébként hagatázni, mert az... azt hiszem nem jó. A spell damage az nem érdekel. Nyeee. És ez... ja, inkább ez. Most abból lehet a másik... és ugyanazt játsza, mint én, hát babadű! Szép sorrend, főnök. Ez lehet hex. Ja, ez lehet hex. Ez simán lehet hex amúgy. De akkor megcsináljuk ezt így. És akkor majd utána hágatázunk. Szóval konkrétan ő a Murlocos verziót játsza, mert ugyanúgy van Stormbringere. Wow, én végig azt hittem, hogy egyébként ő full Murloc. Vagy valami érdekes kombó. Fura, hogy amúgy a Hagatas Scheme-et nem sikerült felhúznom a deck feléből. És arra játszik, hogy ezek közül egyik se Hagatas Scheme, pedig ez elég régóta a kezemben van. Ez akár lehetne az is. Szép. Van nála Bloodlust. Ugye különben nem szélesedne ennyire. Nem tudok mit csinálni viszont. Yeah. Meghaltunk valószínűleg. A Lightning Storm jó lesz következő körben. De valószínűleg nem lesz következő kör amúgy. Eléggé valószínűleg nem lesz következő kör. Ja, és akkor most nyer. Tök nyilvánvaló volt. Annyira utálok így kikapni basszus, hogy nincs. Tudom, hogy mi van nála, és nála még nincsen semmi. Nem baj, legalább a questem meg lett. Mi ez a kurva sok sámán? Ugye arra nem volt szó, hogy ennyi sámán van a létrán. Vagy egyébként nyilván
De amúgy tényleg az MC-nek is mennyire jó lett volna, bár nem csinált volna semmit valószínűleg. Ugye 13-ban voltam, az azt jelenti, hogy ha 4 lénye van kint, ami mindegyik támad egyet, akkor már megvan neki, és volt neki 4 lénye legalább, úgyhogy tök mindegy volt. Na mindegy. Na viszont legalább a barátunk úgy tűnik, hogy diszkonektál. Diszkonektál, légy szíves, csináld még. Nem tudom, hogy ki dédoszolja a srácot, de lőjétek még, lőjétek szépen. Ezt úgy kell. Na, ugye ez csak simán. Körvége, körvége. Nem áll, visszatér. És Murloc. Szamorodna meg. Király. Likkimmel semmit nem érek, és nincs olyan overload, úgyhogy tök mindegy. Nem céltekre várhatunk, de az meg harmadik kör előtt biztos, hogy nem. Tehát nem tudom most kirakni, ugye két olcsó Murlocot nem fog kijátszani. És ugye, nem tudom, Farsight-ozunk, de a Farsight-ból mit tudunk kivenni? Jó, az úgy rendben van, akkor most az Likkim nyilván, és akkor leszedjük a 2-1-et. Csak ez így semmit, ne. Ez így szar. De egyébként eldobtam a fél kezemet, és így úgy gondoltam, hogy hát kapok valami értelmes dolgot, és hát jó, persze, kaptam egy hexet, de most ezen kívül, tehát így nem áll. És ott is nem húztam amúgy. Három évet ki fog rakni két Murlocot? Elvileg egyébként még egy ilyen ki tud rakni, és akkor utána lehet, hogy... Csak az a magam. Mert babadű. Na jó, hát akkor rámegyünk a Farsight-ra valószínűleg. Stormbringerből soha nem lesz itt érték kb. Microtech Controller. Az amúgy jó. Következő körre kirakhatom most is, amúgy is legalább tudunk trédelni. Ja, és akkor csak egy ilyet. Sérünk egyet, de az most nem érdekes. Ugye coin nálam, tehát Bloodlust-on nem úgyse tudott volna, még értelme sincs nagyon. Ugye... Ja. És ki körbe játsz egyébként végig az MC-teket, ami tök érdekes. Straight trade. Nem tudsz máshogy trade-elni fölnök, tehát hogy ez mindenképpen megtörténik. És Agatha skin pont időben ugye... akarunk hexelni? Egyébként akarunk. Akarunk és 3-2 lesz célpont, hogy ne kapjon lapokat. Ugye statok ugyanazok, mint kettő Murloc, csak így kettővel kevesebb lapot kap. Ami nekem meg kimondott. Wow. Hát és itt a vége, ha jól látom a helyzetet. Mert ugye ez... Igen. És bármilyen közvetlen sebzéssel ez letáll. Igen, még egy. És ott volt végig a Bloodlust a kezében. Édes Isten, de hogy lehet így húzni? De senki nem játszik basszus sámánnal a létrán, de megkapom az egyetlen sámánt. Tehát, hogy... Illetve kettőt egymás után nyilván, hogy... És mindegyik úgy húzott, mint egy vadállat ellenem. Borzalmas. Borzalmas. Na jó. Hát srácok, a helyzet az, hogy nem játszunk ezzel a deckkel, vicces voltunk minden, de... Sokkal rosszabb volt, mint ahogy számítottam. De tényleg, tehát hogy túl sok megoldás volt benne, meg minden ilyesmi, de hogy így igazán erős viszont semmi ellen nem volt, és ez meg így egyébként teljesen zavaró. Hát szomorú. Na srácok, ez lett volna most ez a kis nagyon sok Battle Cry-ja telerakott kontrollos Shadow Rock-os Shaman Örök. Itt voltatok, és találkozunk holnap a Tavern Brawl-ban. Szevasztok!